azt mondták, egy rövidebbet meséljük, úgyhogy most egy kicsit röviden kezdjük, aztán majd jobban nyújtjuk ezt a későbbiek során. Szükség is lesz rá, tekintve, hogy a szerdán átadott Jászsági Népmesepont működtetője hosszú távon vállalta, hogy a mesét, a mesemondást visszahozza a köztudatba. Mind a mellett, hogy természetesen a mai modern világban már inkább a vizualitás, tehát a tévében különböző eszközökön nézik a gyerekek a mesét, de szerencsére még járnak könyvtárba, tehát olvassák is, és legyen meg az a harmadik és tényleges szerepe a mesének az emberek világában, amely pedig az élőszavas mesemondást jelenti. A Jászberényi Könyvtár gyermek részlegén berendezett mesebirodalom a térség értékeit is igyekszik fölvonultatni. Fontosnak tartottuk azt is, mivel ez Jászsági Népmesepont, hogy a Jászságban élő gyerekek akár idevalósiak, akár gyűjtmentek, mint jó magam is, de tisztában legyenek az élő helyüknek a kincseivel, legyen az növény, állatvilág, vagy éppen a mesekincsekkel. Az öreg fogta két tökröcskét, befogta a szekére, föltette azt a nagyon régi falkét, országszerte összesen 14 népmesepontot hoztak, illetve hoznak létre az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával. A Jászberényben elnyert 80 millió forintos forrásból 3 interaktív meseszobát rendeztek be, amit a fenntartó önkormányzatnak legalább 3 éven át kell majd a kiírásban szereplő program szerint működtetni. Klubfoglalkozásokat tartunk majd a gyerekeknek, a képzőművészetet felölelő meselátók című foglalkozást, de nagyon fontos eleme lesz a csak élőszavas mesemondás, mesehallgatás, illetve egy kulturális óra, amit a nagyobb bacska gyerekeknek szánunk. Ezt már nem csak a mesetípusok megismertetését öleli fel, hanem az adott meséhez kapcsolunk majd néprajzi vonatkozásokat, tehát a hagyományvilágába is bevisszük őket. És az ötödik kötelező eleme a pályázatnak pedig a kompetenciafejlesztő népmesetáborok megszervezése és megrendezése. A Jászsági Népmesepontban hétfőn fogadják az első gyermekcsoportot, ám a projekt nem csak a legkisebbeknek szól, egészen 24 éves korig kiszolgálják majd a népmese iránt érdeklődőket.